Szeretettel üdvözlök mindenkit! Szudárevics Irén vagyok, a Szabadkai Iván Szárics Műszaki Iskola matematika tanára. Ugye mi a múlt órán foglalkoztunk a függvények határértékével, a mai óránk témája a racionális függvények határértéke. Ugye elmagyaráztuk a határérték fogalmát, és itt a limes fx egyenlő a, ha x közelít az x nullához, nálunk ott még véges számok szerepeltek, az x nullára is, és az a-ra is. Léteznek azonban olyan határértékek is, tehát a határérték egyéb formái, ahol az x nulla és az a végtelen, plusz-minusz végtelenbe szerepelnek. Ilyen például illusztrációként lerajzoltam egy ilyen függvényt, tehát limes fx egyenlő a, tehát az fx határértéke a, tehát a függvény értékei egy a értékhez közelítenek, miközben az x változó közelít a plusz végtelen felé. Egy másik illusztráció megtörténhet az is, hogy mind a kettő végtelen, ugye x is közelít a végtelenhez, de a függvény értéke is a végtelenhez közelítenek. Ez egy másik példa, másik illusztráció. Ilyenkor azt mondjuk, hogy az fx-nek nincs határértéke, tehát ha egy limeszre végtelent kapunk, plusz-minusz végtelent, akkor azt mondjuk, hogy a függvénynek nincs határértéke, vagy egy másik kifejezést használunk, hogy a függvény divergens ebben az esetben, ha x közelít a plusz végtelen felé. Na most a feladatokban ugye szerepel majd a limesznél, hogy x közelít a plusz végtelenhez, mínusz végtelenhez. Ezekben a feladatokban leírtam, hogy mit használunk, tehát használjuk a következő határértékeket, hogy limes 1 per x az 0, ha x közelít a végtelenhez. Hát miért? Képzeljük el, hogy a nevezőben egy végtelenül nagy szám szerepel, akkor az egész tört értéke ugye közelít a nullához. Ezt lehet bizonyítani is, ezt majd a tanáraitokkal levezetitek a bizonyítást, és ugyanúgy ugye nem csak x az elsőn szerepelhet a nevezőben, hanem szerepelhet, x hatványai szerepelhetnek, x a másodikon, x a harmadikon, x a negyediken, ugye limes 1 per x nézet is nulla, ha x közelít a végtelenhez, és így tovább. Természetesen nem muszáj, hogy egyes legyen fönt, a számlálóban lehet bármilyen valós szám, és ezeket a határ, ezekre alapozzuk a mai feladatainkat. És a feladatok pedig így néznének ki. Az első feladatot le is írtam ide, de jobb szeretek írni, tehát azt mondja, hogy limes 3x plusz 1 per 4x. Tehát az első feladat az limes 3x plusz 1 per 4x, ha x közelít a végtelenhez. Na nézzük. Tehát mit veszünk itt észre? Tehát azt veszük észre, hogy ha behelyettese, eddig úgy oldottuk a feladatokat, ugye, hogy x közelített egy véges számhoz, és behelyettesítettük az x értékét a kifejezésben. Most viszont, ha ezt megtesszük, akkor ugye háromszor végtelen plusz 1 per, mit kapunk? Tehát ezek a végtelen per végtelen típusú, tehát végtelen per végtelen típusú határozatlan kifejezések, amelyikkel most foglalkozunk, és hogyan oldjuk ezeket meg? Tehát itt nem alkalmazhatjuk azt, hogy azt a szabályt, hogy limesszel ugye a számláló határértéke per a nevező határértéke, tehát azt a tételt, ami a hányados határértékére vonatkozik, nem használhatjuk, ezért egy módszert alkalmazunk, ez a módszer pedig az, hogy megnézzük az egész kifejezésben, hogy az x változónak mi a legnagyobb kitevőjű hatványa. Ugye itt a legnagyobb kitevőjű hatvány x az első. Tehát ezért x, képzeljük el, hogy az egész kifejezést osztom x-el, és itt is osztom x-el. Tehát osztom a számlálót is x-el, osztom a nevezőt is x-el, és limes x közelít a végtelenhez, mit fogok kapni? Tehát képzeljük el, hogy a 3x-et osztottam x-el, akkor mit kapok 3-at?
plusz mindegyik tagot osztom x-el, az egyest is osztom x-el, plusz 1 per x. Itt 4x osztva x-el az 4. Tehát ezt a módszert fogjuk alkalmazni a feladatokban, és mit veszünk észre? Na most már be tudom helyettesíteni azt, hogy x közelít a végtelenhez, tehát most már is mondjam, alkalmazhatom azt, hogy a számláló határértéke per a nevező határértéke, mert ugye egy konstans határértéke az a szám, és azt használjuk, mi ezt így szoktuk kihúzni, hogy amit az előbb magyaráztam, hogy limesz 1 per x, ha x közelít a végtelenhez, vagyis röviden azt mondjuk, hogy 1 per végtelen, az közelít a nullához, és kihúzzuk, hogy ez közelít a nullához, mi marad a számlálóba, egy konstans, nevezőbe egy konstans. Tehát ez 3/4. Ez a legegyszerűbb példája, hogy illusztráljam ezt a módszert, és természetesen az x közelíthet a plusz végtelenhez, mínusz végtelenhez. Ha nem írjuk, akkor értelmezzük rajta mind a kettőt. Nézzük a következő feladatot. Tehát ezt most a táblán fogom oldani, tehát azt mondjuk, hogy limesz, tört vonal, x a négyzeten, na, per 1 mínusz 2x mínusz 3x a négyzeten, ha x közelít a végtelenhez. Egy kicsit ezt ugye megszokni leírni ezt a végtelen. Tehát mit veszünk most itt észre? Ha alkalmazzuk, tehát ez mind nagyon egyszerű, hogyha tudjuk, hogy mit kell csinálni. Tehát megkeressük ugye a kifejezésben az x változó legnagyobb kitevői hatványát, az pedig az x négyzet. És akkor az egész és a számlálót is osztom, itt megjelölöm, hogy ezt is osztom x négyzettel, és ezt is osztom x négyzettel. Tehát akkor mit fogok kapni? Limesz, ha x közelít a végtelenhez, tehát x négyzet per x négyzet, ugye, az 1. De nem akarom ezt mind írni, tehát fejből x négyzet per x négyzet. Itt mindegyik tagot osztom x négyzettel, tehát 1 per x négyzet mínusz 2x per x négyzet, akkor fejből mindjárt az x-et is az x négyzetet egyszerűsítem, és mínusz 2 per x marad, és mínusz 3x négyzet per x négyzet, ott az x négyzet és az x négyzet egyszerűsítődik, és marad mínusz 3. És most alkalmazzuk ezt a szabályt, ugye, vagyis azt, amit mondtam, azt a limeszt, hogy ha x közelít a végtelenhez, akkor egy ilyen kifejezés, ez mind kihúzzuk, közelít a nullához, mi marad 1 per mínusz 3, vagyis mínusz 1/3. Tehát ezek mind ilyen nagyon-nagyon könnyű feladatok, habár aki ezt a módszert ismeri. A harmadik feladatban egy gyökös kifejezést választottam, tehát például azt mondjuk, hogy gyök x négyzet mínusz 1 per x. Na nézzük, mit fogunk itt csinálni, melyik az a hatvány, x hatványa, amellyel osztani fogjuk számlálót is, nevezőt is, mivel ugye megzavarja a diákokat mindig ez a gyök. Ha gyököt látnak, akkor mindent elfelejtenek. Tehát limesz, ha x közelít a végtelenhez, de azt a trükköt is megcsinálhatjuk, ami sokkal-sokkal egyszerűbb, hogy például ezt az x-et felírjuk, vagyis úgy mondom, hogy a gyök alá visszük, a négyzetgyök alá visszük, és hogyha az x az elsőt a gyök alá visszük, akkor lesz belőle x négyzet, négyzetgyök alá. Ugye mindig arra a hatvány kitevőre kell vinni, amelyik persze itt a négyzetgyök van, akkor a négyzeten. Tehát itt azt kapjuk, hogy x négyzet mínusz 1 per x négyzet. Ez még egyszerűbb, ugye, itt nem is kellett osztani, de azt is megtehettem volna, hogy x-el osztom, és akkor törtet írtam volna. Tehát akkor itt az egész limesszel, ugye, alá tudok menni a gyök alá, hogy úgy mondjam, és engedem, hogy az x közelítsen a végtelen felé, a gyök alatt pedig mit látok? Külön x négyzet per x négyzet, elosztom x négyzettel az első tagot, mínusz 1 per x négyzet. És amikor
engedem, hogy az x közelítsen a végtelenhez, hogy akkor ez közelít a nullához, és gyök 1 az 1. Tehát nem kell ezektől a feladatoktól így megijedni. Akkor nézzük a negyedik példa. Követem a kivetített részt, és akkor a negyedik példa valami hasonló. Limesz, ha x közelít a végtelenhez, 2x, ugye az következik, 2x mínusz 8 per 3x a négyzeten, ez egy kis kettes, plusz 4x mínusz 12 egyenlő. Na nézzük, szintén, ugye, tehát racionális tört függvényről van szó, megkeressük, hogy melyik az x változó legnagyobb kitevő hatványa, ugye azt látjuk, hogy x a négyzeten, ha szükséges, akkor pirossal is be lehet keretezni, de tehát a diákok, hogy ez az, és akkor limesz, ha x közelít a végtelenhez, és osztom akkor, tehát x négyzettel, osztom a számlálót is, és a nevezőnek is minden tagját. Itt azért már itt észre kell venni, figyeljünk oda, hogy mi a különbség ebben a példában, és mi volt az előző példákban, mi jelentkezett, ugye? Majd levonunk egy következtetést később. Tehát, hogyha 2x-et osztom x négyzettel, akkor mindjárt egyszerűsítek, ugye a 1x-et, és akkor 2 per x, mínusz 8 per x négyzet. Itt 3x négyzet per x négyzet az 3, plusz 4x, ez az egyik x, leegyszerűsítődik, mínusz 12 per x a négyzeten. És most mit veszünk észre? Ugye ezek a tagok mind közelítenek a nullához, 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 és mit veszünk észre, hogy hát fönt nulla, nulla mínusz nulla, nulla lett, lent pedig ugye 3. Tehát 0 per 3 az 0. Tehát ezekben a kifejezésekben most egy olyan példát illusztráltam, ahol a nevezőben nagyobb az x változó hatvány kitevője, mint a számlálóban. A számlálóban x az első szerepel, a nevezőben pedig x a másodikon. Tehát itt az exponens nagyobb, mint a számlálóban, és akkor az eredmény nulla. Tehát mit veszünk itt észre? Hogy valójában csak ezek a számok számítanak, a többi nem hat ki a határértékre, a többi tag. Valójában csak ezek a számok számítanak, amelyek x legnagyobb hatvány kitevője előtt szerepelnek. Nézzünk egy másikat, tehát feltevődik a kérdés, ugye, az előző példákban, a számlálóban és a nevezőben is, x, tehát az elsőben x az elsőn volt, lent is x az elsőn. Tehát nem volt különbség a számlálóban és a nevezőben az x változó hatvány kitevője között. De itt már igen. Most nézzük, feltevődik a kérdés, mi van akkor, ha fordítva van, mi van akkor, hogyha a számlálóban szerepel például limesz, ha x közelít a végtelenhez. Ilyen példa az ötös példa, x a négyzeten, mínusz 3, mínusz 3 per 2x plusz 1. Tehát most ez a következő eset, hogy a számlálóban x a négyzeten szerepel, ez az x változó legnagyobb kitevői hatványa, itt viszont x az első a legnagyobb. Tehát mit fogunk itt akkor, mint eredmény kapni, és hogy levonjuk a következtetést, ugye, hogy valójában ezeket fejből is később, amikor az aszimptótákat számoljuk, ott a határértékeket, akkor már fejből írjuk az eredményt. Tehát itt is osztom x négyzettel, ezt is osztom x négyzettel, és mit kapok? X négyzet per x négyzet az 1. Mínusz 3 per x négyzet, 3 per x négyzet, itt pedig 2x per x négyzet, az 2 per x plusz 1 per x négyzet. És ugye, ha engedjük, hogy az x közelítsen a végtelenhez, akkor 3 per végtelen közelít a nullához, ezek mind közelítenek a nullához, és maradt 1,
tehát a számlálóban maradt egy, a nevezőbe pedig nulla. Tehát mi nullát írunk ide, de ez azt jelenti, hogy közelít a nullához, ugye? Mert tudjuk, hogy nullával nem tudunk osztani. És most tulajdonképpen egy olyan szám, ami közelít a nullához, a plusz nullához, az plusz végtelen. Tehát ebben a feladatban mit veszünk akkor észre, ugye, hogy három esetet kaphatunk a racionális tört függvényeknél. Tehát nullát kaphatunk háromféle eredményt. Kaphatunk végtelent, és kaphatunk egy számot, egy valós számot, amely szerepel az x legnagyobb kitevőjű hatványai előtt. Tehát ez a következtetés. Nézzük a következő feladatot, tehát itt háromféle eredményt kaphatunk. Nullát, végtelen, vagy pedig egy számot. Ez lenne a hatodik. Nézzük, hogyha most egy zárójeles példát limesz, ha x közelít a végtelenhez, és azt mondja, hogy zárójelben van, x a harmadikon, mínusz 2x a négyzeten, per x négyzet mínusz 1, mínusz x. Keressük meg ezt a határértéket. Hát most itt ugye az ember azt gondolná, hogy x közelít a végtelenhez, majd ennek megkeresem a határt. De hát ez nem fog így menni, mert ugye ez valójában végtelen mínusz végtelen típusú határérték, amit szintén a végtelen per végtelenre vezetünk vissza. Már megtanultátok, hogy mit kell csinálni, ha egy ilyen zárójel van, és nem tudunk mit kezdeni vele, akkor közös nevezőre kell hozni, és meglátjuk, hogy áttranszformáljuk a kifejezést, és használjuk újból a végtelen per végtelen típusú kifejezésre vonatkozó módszert. Tehát itt, ha közös nevezőre hozok, a közös nevező az x négyzet mínusz x. Közös nevezőre hozunk, és akkor már nincsen zárójel, tehát x a harmadikon, mínusz 2x a négyzeten, mínusz közös nevezőre hozás, mínusz x a harmadikon, plusz x. És most mit veszünk észre? Rendezzük, x a harmadikon, mínusz x a harmadikon kiesik, és kapunk egy racionális törtet, ha x közelít a végtelenhez, mínusz 2x négyzet, ugye, mínusz 2x négyzet plusz x maradt fönt, és x négyzet mínusz x maradt a nevezőbe, és most már megtanultuk, hogy meg kell keresni az x változó legnagyobb kitevőjű hatványát, és itt is x négyzet, és itt lent is x négyzet, tehát ha egyenlőek, tehát itt is négyzet van, akkor az előtte levő számok hatnak ki a határértékre, az összes többi tag nem hat ki a határértékre, mert ugye el fog veszni, közelít a nullához, itt pedig egy egyes van. Tehát ezek a számok hatnak a határértékre, később akkor ezt már fejből csináljuk, nem írjuk azt a sok közelít a nullához, tehát itten, ha osztom, tehát képzeljük el, vezessük itt még le ezt az osztást, osztom x négyzettel, ugye akkor tulajdonképpen mit kapok, leírom még ezt, limesz, ha x közelít a végtelenhez, figyeljük meg akkor, hogy mínusz 2 per 1 lesz az eredmény. Tehát mínusz 2 x négyzet per x négyzet az mínusz 2, plusz x per x négyzet az 1 per x négyzet az 1, mínusz x per x négyzet az 1 per x, és ha engedem, hogy az x közelítsen a végtelenhez, akkor ezek kiesnek, és megmarad a mínusz 2 per 1, ahogy mondtam is, az pedig mínusz 2. Tehát ez egy kicsit hosszabb példa, de remélem, hogy megértettük. A következő példa, 7-es, ez egy trükkös példa. Limesz, ha x közelít a végtelenhez, ugye két zárójelen van, 2x mínusz 1, szorozva
A másik zárójel x plusz 3, x plusz 3, az egész per, 3x mínusz 1, mínusz 1, szorozva 2 mínusz x-szel. Na most itt ugye feltevődik a kérdés, hogy zárójelek, majd én ezt mindet összeszorozgatom, mindegyiket mindegyikkel, és akkor használom ezt a módszert, viszont azért is választottam ezt a példát, hogy megmutassam, hogy nem szükséges ez a sok munka, hanem ha képzeljük el, hogy összeszorozzuk őket, akkor ennek a polinomnak mi lenne a legnagyobb kitevőjű hatványa, tehát az x a négyzeten, ugye ez lenne a 2x négyzet, és itt is x a négyzeten, ezért valójában osztom x-el mindegyik zárójelet. Vagyis hát osztanám x négyzettel, de nem x négyzettel osztom, hanem x-szer x-el, ami szintén x négyzet. Tehát x-el osztom az egyik zárójelet, és x-el osztom a másik zárójelet, ezt a kis trükköt, hogy ne dolgozzunk annyit, ugye? Tehát akkor kettő, így képzeljük el, hogy a 2x mínusz 1-et osztottam x-el, szorozva, ugye, és az x plusz 3-at is osztottam x-el. Valójában ugyanazt kapom, mintha összeszoroztam volna, és kaptam volna egy x nézetet, és osztottam volna x nézettel. Itt is egyik x-el osztom az egyik zárójelet, 3x mínusz 1 per x, szorozva 2 mínusz x per x. És akkor azt veszük észre, már meg tudjuk mondani a határértéket, ugye? Tehát most, ha mindegyik tagot osztanám x-el, a 2x per x az 2, mínusz 1 per x közelít a végtelenhez, tehát az elsőben marad a 2, hogy ne írjak annyit, x per x az 1, plusz 3 per x közelít a nullához, ha x közelít a végtelen, tehát itt 1, kétszer 1 van fönt, itt a 3-as marad meg, itt pedig 2 per x közelít a nullához, és mínusz, mínusz 1 marad. Tehát és akkor a vége az, hogy csak ezeket a számokat kell összeszorozni, mert hogyha már konstans és nincs benne változó, ugye, akkor az már nem tudom hova behet, csak ki kell számolni egyszer, 2 az 2, 3-szor mínusz 1 az mínusz 3, tehát mínusz 2/3 lesz az eredmény a hetedik példánál. Remélem, hogy egy kicsit közelebb hoztam ezeket a racionális tört függvényeket, és jön a nyolcadik feladat. A nyolcadik feladat az egy kicsit hosszabb lesz, tehát nyolcadik feladat, limesz, ha x közelít a végtelenhez, zárójelben gyök, x a négyzeten plusz 1, mínusz x, bezárva zárójel 1-jel. Na, akkor itt most mit találunk ki? Ez az utolsó feladat, de mit találunk ki itt? Mivel ugye szintén végtelen, mínusz végtelen típusú kifejezés, tehát valamit csinálni kell, valahogy alakítani a kifejezést úgy, hogy törtet kapjunk, tehát a végtelen per végtelenre kell visszavezetni. Tehát limesz x közelít a végtelenhez, ezt úgy oldjuk meg, ugye amikor gyököt látunk, akkor használjuk azt a képletet, hogy négyzetek különbségének képletét, tehát a négyzet mínusz b négyzet egyenlő a mínusz b szor a plusz b. Tehát ezt használjuk nagyon sokszor, ugye? És akkor mivel kéne ezt beszorozni, de úgy beszorozni, hogy ne változtassuk meg a kifejezést. Tehát mindig lehet, ha matematikában valami nem tetszik, akkor változtassuk meg, írjuk fel másképpen, és természetesen ez az a mínusz b, be kell szorozni a plusz b per a plusz b-vel. Tehát itt megjelenik ez a zárójel, beteszem majd, x négyzet plusz 1 mínusz x, és beszorzom ugyanezzel, csak plusz gyök, x négyzet plusz 1 plusz x-el. Persze nem szabad csak a számláló, csak ki fönt, hanem lent is ugyanezt még egyszer leírom. Zárójelbe is tehetem, hogy lehessen látni, tehát, hogy
tulajdonképpen én szoroztam egyel. Mert egy szám osztva önmagával az egy. Tehát én nem változtattam meg a kifejezést, a limes, ha x közelít a végtelenhez, és most mit fogok kapni? Ha összeszorozzuk, tehát a minusz b szor a plusz b, akkor a négyzet minusz b négyzet kapunk. Ez volt a cél is, hogy eltűnjön ez a gyök. Nem tetszik a gyök, akkor az tűnjön el. Tehát egy négyzetgyök a négyzeten, akkor megmarad, hogy ne írjam azt. Ezt már tudják, hogy diákok, negyedikesek, x négyzet plusz 1 mínusz x négyzet. Tehát a második tag, ugye az x, az a négyzeten van, és akkor itt már lehet látni, hogy az x négyzet mínusz x négyzet kiesik, viszont lent ez megmarad. Gyök alatt x négyzet plusz 1 plusz x. Tehát x négyzet mínusz x négyzet ki fog esni, és most engedjük, hogy az x közelítsen a végtelenhez. Fönt egyet kaptunk, tehát nehogy valaki azt higgye, hogy a nulla per nullára visszatérünk, nem, fönt konstans van, viszont ez itt végtelen a négyzeten, plusz egy, az a végtelennek nem sokat számít gyök alatt, plusz végtelen, tehát ez itt végtelen, tehát valamilyen nagyon nagy szám, és akkor az egy per végtelen az nulla. Tehát valami a nevezőbe közelít egy nagyon nagy számhoz, akkor az egész tört közelít a nullához. Tehát így végig futottunk most 8 példán, nézzük, mi következik. Hát én csak annyit szeretnék, hogy a házi feladatot itt találjátok, hasonlóak ehhez, itt az eredmény is, hogy mit kell kapni. Ezek pedig majd a tanáraitokkal átveszitek, néhány fontosabb határértékre már nem jutott idő, következnének az aszimptóták, megvannak oldva a feladatok, a tanáraitokkal gyakoroljatok. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra!